Sziasztok, fradisták! Én Patlók Olivér vagyok, és elérkeztünk a vlog legújabb részéhez. Mint tudjátok, vlogom 2020. május 2-án indult el, és azóta elértük az 50. részt. Ebből az alkalomból egy megható összefoglalóval érkeztem, ahol a 6 legmegnézettebb részt mutatom be nektek. Tartsatok velem! 6. helyen végzett összesítésünkben a 3. rész, ami 12 000 megtekintést ért el. Ott az uszodába tértem vissza a karantén után, méghozzá 67 nap után, illetve otthon megrendeztük a Fradi Debrecen zárt kapus mérkőzést, hiszen nem tudtunk bemenni. Itt a kedvenc részeim a sasreptetés és apával a gól örömünk volt. Ötödik helyen végzett a vlog legelső része, ahol elhoztam nektek a karanténban lévő 6 legjobb dolgot, valamiért itt is már a 6-os volt a kedvenc számom, érdekes. Ott a 2 kedvenc jelenetem az volt, amikor otthon edzhettem, illetve amikor a hajamat befestettük. Nézzük! Sziasztok, ez a plenkihívás második része lesz, mert Zozó ráhúzott fél perccel, én meg arra fogok ráhúzni fél perccel, vagy ameddig bírom. Hát megpróbálom a három felet, inkább a hármat, nem akarom elbízni magam, kezdjük is. Mind 45. Ötvenöt, meg lesz. Ötvenöt. Ötvenöt. És végül a karantén főpoénja következik. Anya hajat festett, és én szerettem volna, hogy az enyémet is befesse. Gondoltuk, senki nem látja. Húsvét van, hosszú hétvége és karantén. Hát, utána pár perccel a Fradi felkért arra, hogy csináljam ezt a vlogot. És hát, gondoltuk, senki nem látja, hogy mégis. 4. helyen végzett a vlog 5. része, ami 16 000 megtekintést ért el, és ez a derbiről szólt, valamint arról, hogy Kriszti nénivel átvettük az első segélynyújtás alapjait és a nyár veszélyeit. Itt a 2 kedvenc jelenetem az volt, amikor bemutathattam nektek a Groupama Arena meccs napi programjait, aminek nagy része még jelenleg is elérhető, sőt, azóta bővült még a kínálat is. És az, amikor megünnepeltük női focistáinkat, abban az évben az MLS nem hirdetett bajnokot a koronavírus miatt, viszont ők érték el a BL helyet. Most körbejárunk és megmutatom nektek, milyen programok voltak a derbin. Kezdjük is. Itt van mellettem Pali, aki éppen kommentálja a dekázók eredményét. Itt most a csúcs 1425, reméljük ez még ma megdől, menjünk is tovább. Itt a D1 alatt tagbalozni lehet, ami egyébként egy magyar találmány, és nagyon jó játék. Itt van mögöttem az asztal, éppen ketten pont játszanak rajta, láthatjátok. Folytassuk utunkat. Itt a Penny-nél kapura tudtok rúgni, és ha betaláltok, nyereményt kaptok. Ti választhatjátok ki, hogy például hűtőmágnes, vagy felfújható strandröplabda legyen. Menjünk tovább. Itt ezen a ponton fotózni tudtok, igazából titeket fotóznak, és majd kinyomtatják a képet. Egy Fradi Újpestes felirat van rajta. Itt mögöttem láthatjátok, hogy történik a dolog. Vannak állarcok,
illetve vicces kiegészítők. Gyertek ide is legközelebb! A mérkőzés előtt női foci csapatunk körbe ment a pályán, mivel megnyerték a bajnoki döntőt. Az MLS hivatalosan idén nem hirdetett bajnokot, de ők jutottak tovább a BL-be. Csajok, ti a mi bajnokaink vagytok így is. Elérkeztünk a dobogóhoz, ahol harmadik helyezettünk. A 15. rész lett, ami 21 ezer megtekintést ért el, és egy napomat mutattam be benne. Ott a hajnali edzéstől az iskolán át a délutáni edzésig megmutattam, mi történik velem, és a végén volt egy hatalmas meglepetés, ami a mai napig meghatározza életemet. Lessük meg! Már itt vagyunk az autóban, a szüleim szerveztek nekem egy meglepetés programot, amiről még csak annyit tudok, hogy nagyon jó lesz, és Dunakeszin lesz. Ha lesz újabb fejlemény, arról szólok, és kötöttünk egy alkút. Ha utána egyből megírom a leckémet, akkor biztos, hogy elmegyünk. Meg is van a meglepetés, egy gyönyörű, szép, fekete, cser színű Yorkie. Elneveztem Maxnek, nagyon összehangolódtunk. Most egy kicsikét még fél, mert fent nem volt, csak lent eddig. Ugye a megállapodásban az szerepelt, hogy gyorsan megírom a leckét, azt mindjárt meg is teszem, és játszok vele egy kicsit. Második helyen végzett a vlog 7. része, ami 22 ezer megtekintést ért el, és a Gruppa Marénát mutattam be nektek, pincétől padlásig. Ebben a részben olyan helyekre mehettünk el, ahova csak az ott dolgozók, vagy szinte senki nem juthat el, úgyhogy ez egy rendkívül érdekes téma volt. Itt kettő dolog volt, amit ki tudnék emelni. Az illetveszámláló, írjátok meg itt kommentben, hogy ti hányszor hallottátok tőlem az illetveszót a vlog 7. részében. És a másik kedvenc részem az volt, amikor a vezérlőbe bemehettem, és kitehettük a vlognak a logóját a Gruppa Marina 2 lett faljára, valamint játszhattam egy picit a géppel, és a gól animációt is benyomhattam. Nézzük meg! Most itt vagyunk a vezérlő központban, innen irányítják a lett falakat, most az én logom van kint, de most bejátsszuk a gól animációt. Most Tamástól kérdezek megint, hogy cserélik ki a pixeleket a LED falon? Hát, ha kinézel, akkor lehet látni, hogy vannak sötétebb, megvilágosabb foltok, ilyen négyzetbe kell ezeket kicserélni, és nyilván hozzá szakembert kell hívni. Van egy létre mögötte, ahogy látod, ott fel tud mászni, és akkor onnan úgy ki tudja cserélni hátulról. Első helyezett a vlog 4. része lett, ami 36 ezer megtekintést ért el, ez nagyon nagy, köszönöm szépen. Ebben a részben roomtúrral foglalkoztunk, és azzal, hogy milyen volt az első ismét látogatható Fradi meccs. A roomtúrban nyilván nektek azt tetszhetett a legjobban, hogy bemutattam az erekéimet, és hogy hogyan néz ki a szobám, viszont ebből a részből nekem az volt a kedvencem, hogy megkereshettük a saját polikarbonát bábunkat, illetve az, hogy én adhattam át a dekázó verseny győztesének járó díjat. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien megnéztétek ezt a részt is. Hatalmas teljesítménnyel 708 ponttal első helyen végzett Pulcsú Csepel. Gratulálok!
egészen hatalmas kapcsolat kérünk a versenyzők. Ezúton szeretnék megemlékezni a vlog 24. részéről, ami a YouTube algoritmus áldozatául esett. Ebben a részben a kedvenc nyaralásomat és videójátékaimat mutattam be nektek, és azért itt volt a legtöbb utazásunk oda-vissza. A nyaralásos részbevezetőjéért több 10 kilométert utaztunk, a belvárostól a reptérig, igaz, Korda Gyurit nem találtuk meg, de legalább jó sok anyagot felvettünk, kb. 3 másodperceseket, és abból 7-et, úgyhogy abban nem kis munka volt, viszont elveszett, most ebből láthattok egy kis megemlékező részt. A játékok után beszéljünk az utazásról. Bizonyára sokan gondolkoztatok azon, mi lenne a legjobb úti cél a karantén után. Egy párizsi út? Esetleg itt Magyarországon egy balatoni út? Vagy egy New Yorki út? Egy amerikai út? Talán egy londoni? Talán egy mexikói út? Erre azért még várni kell, de addig is felidézem a kedvenc külföldi nyaralásomat. Nézzük! Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik volt a kedvenc vlogrészetek, és hogy miért. Az összes vlogrész kivéve a 24. elérhető a Fradi Media YouTube csatornáján, az Oliver vlogja lejátszási listában. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk egy hónap múlva, küzdeni mindig, feladni soha, sziasztok! Ebben a részben végigvesszük a vlog 6 legmeg... Sziasztok, fradisták, én Patlók Oliver vagyok. 6 legmegnépszerűbb. Azt a rohát. A vlog 6. legmegnézettebb meccse az a... Meccse? Ebben a részben egy rendkívül megható... Mi? Milyen lenne az? Mert meghat. Ó. 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 Úgyhogy... Úgyhogy. Úgyhogy? Úgyhogy. Ilyen végzett a vlog legelső része, amiben sast reptettünk. És ezt miért? Az nem is ebben volt. Tényleg? Hiszem az volt, amikor be tudtam nektek mutatni, hogy milyen gyerek... Gyerek. Sem is rész a kedvenc jelenetem. Ja, tényleg. Yeah.